olyan volt, mintha sűrű vérnyomba jönne, olyan volt, mint egy visszavágáson. Barátnőmet is sikerült fölhívnom. Ő mondta, hogy teljesen tönkre ment minden, a falu negyede oda van, minden vörösben mindig. Arra a kérdés, hogy a férjem hogyan érte meg édesanyja elvesztéséreként válaszolok, hogy a férjem nehezen érte ezt meg, hetekig csak sírt férfi ember létére. A közeli hozzátartozó elvesztése miatt Fuchs János súlyos lelki megrázkódottan szenvedett, ennek kompenzálására további 5 millió forint kártérítésre tart igény. Vitatja az alperesi képviselő, hogy a nagymama halála okozott összefüggésben áll a pár eseménynek. Vissza kiöblött, nagymama meghalt. Az okozott összefüggés ami nem látok erre kapcsolatosan dokumentumot, kénytelenek azt nyilvánvaló tenni, hogy vitatok. Ismertesse az ellenkérelmet. Emberileg természetesen az alperesnek minden dolgozója, a menedzser minden vezetője borzasztóan sajnálja és osztozik a kasztatók áldozatainak a fájdalmában, különösen ott, ahol haláleset van, de nyilván az egyéb emberi katasztrófák vonatkozásában is sajnálatát fejezi ki. Azonban a jogi kérdések azok objektív elbírálást igényelnek, és ebből az objektív elbírálásból fakadóan az alperes a jogalapot vitatja, tehát a Viszmajorra való hivatkozása továbbra is érvényes az alperes. Kaptak a felperesek időközben a MAL-tól, tehát a jelenper alperesétől 100 ezer forintot. Fejenként vagy összesen? Összesen. A kolontári önkormányzattól összesen 300 ezer forintot. Az úgynevezett kár alapból 150 ezer forintot. Az elhunyt nagymama halála folytán életbiztosításból eredő összegként 116 ezer forintot. Előadom azt is, hogy az állam nyilatkozat tételre hívta fel a felpereseket, melynek folytán a felperesek november 16-án jognyilatkozatot írtak alá. Ebben az állam vállalta, hogy a lakásgondokat megoldja, ez azonban a mai napig még nem történt meg, így a kereset él, és a keresetüket mindenben fenntartják a felperesek. Amennyiben időközben változás történik, úgy természetesen a kereset módosításra fog kerülni.